Folytatjuk a mokkát. Kevesen tudják Ritter Gedeonról, hogy a magyar történelem elmúlt másfél évszázadának egyik legkiemelkedőbb alakja volt. A róla készült különleges dokumentum játékfilm egy igazi kalandos élettörténetét mutatja be. Egy kutató, tudós, üzletember küzdelmét a tudomány, az üzleti élet és a történelem kihívásaival. Vendégeink a stúdióban Beke Zsuzsanna, a Ritter Gedeon NRT PR vezetője, Spád Dávid a film rendezője, és a főszereplő a Ritter Gedeont alakító Rudolf Péter. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Köszönöm, hogy eljöttek hozzánk. Nos, hát először is miért van az, kedves Zsuzsanna, hogy keveset tudunk Ritter Gedeonról? Holott azért, hát ugye a filmet ismerve, látva és az élettörténetét olvasva, azért lenne miről tudnunk és lenne miről olvasni. Én azt hiszem, hogy a magyar ipartörténetnek a meghatározó alakjairól általában keveset tudunk. Mi is tehettünk volna többet, mint a nevét viselő cég annak érdekében, hogy az ő neve ismertebb legyen az átlag emberek számára. Ez a film pont azt a célt szolgálja, hogy megismerjék az ő életútját minél többen. Ugye a film, ami dokumentum, játékfilm műfajban készült, ez mit jelent egészen pontosan? Ez egészen pontosan azt jelenti, hogy megelevenednek rendes fikciós játékfilmes jelenetek formájában Richter életének olyan pillanatai, amikről semmilyen dokumentum nem maradhatott fönt. Valójában az egész élettörténetről sem a családnak, sem pedig a vállalatnak nem maradt fönt túl sok kézzelfogható például képi dokumentuma, pedig hát maga a gyártörténet az nagyon szépen van egy erre a célra fönntartott, szerintem egyedülálló múzeumban dokumentálva, de ezért ezeket valahogy meg kellett mutatnunk, ezeket a pillanatokat, ezeket a sorsdöntő pillanatokat az életéből, és ezért aztán a játékfilmes formához nyúltunk, viszont egyetlen órában próbálunk elmesélni egy tényleg nagyon tartalmas életet, úgyhogy ezért aztán, hogy még több információt tudjunk ebbe beletenni, formailag van egy mesélőnk, és vannak megszólaló interjú alanyaink is. Tehát tulajdonképpen ezt a három formai elemet próbáltuk meg ötvözni, ami egy nagyon gördülékeny, nagyon szórakoztató végeredményt hozott össze. És ugye a középkorú és hát az élete befejezésében ugye hát Rudolf Péter alakítja magát Ritter Gedeont, hanem volt a 40-es éveitől egészen ugye 72 éves koráig, amikor is a halála bekövetkezett. Hogyan készült erre a szerepre egyáltalán? Mi volt a legnagyobb kihívás? Az, amikor mondjuk az idősebb Ritter Gedeont kellett alakítani, vagy a korban inkább önhöz közelebb állott? Én abban a szerencsés helyzetben voltam, hogy a forgatókönyv születésének pillanatától mi tartottuk a kapcsolatot Richterrel és Dáviddal természetesen. A kihívás persze, ez egy furcsa dolog színész életében, mert kihívás egy 3 órás maszkot végig csinálni minden hajnalban, de amikor meg elkészül, akkor óriási segítség. Hát ez segítség, hát ez egy nagy játék, amit az ember gyerekkorától is csinál, amikor tologatja az autókat, hát aztán, hogyha ezért még fizetik is, mert ezzel játszhat, egy életen átbújhat különböző bőrökbe, ez természetesen egyrészt öngyógyító, másrészt szórakoztató, és szerencsés esetben másoknak is szórakoztató. Tehát volt egy nagyon nehéz maszk, természetesen, amely a hajnalokat azért nem aranyozta be, de amikor ez egyszer csak létrejön, akkor az emberek, ha játékkedve esetleg hajnal 5-kor még nem lenne meg, a végeredmény az meghozza a játékkedvet. A pszichés kihívás az is egy érdekes kérdés, hogy az ember természetesen egy szerepet játszik, és ez egy szakma, de bizonyos jeleneteket úgy megcsinálni, hogy tudod, hogy ez valóban megtörtént. Én nem mondom, hogy másképp játszom, de valami van, valami plusz az emberben, ami természetesen, amikor játszik, nem válik civillé, de azért tudni, hogy én itt sétálok egy Dunaparton, ahol bizonyos dolgok, szörnyűséges tragédiák történtek, és amit én játszom, az most játék, de nem volt ez így, az egy plusz kihívás. A vállalat miben tudott még segítséget nyújtani, vagy miben tudott segítséget nyújtani, gondolom itt a gazdasági dolgokon kívül, tehát az élettörténet betekintésébe, vagy mennyire kapott Dávid szabad kezet a film elkészítésénél? Hát Dávid maximálisan szabad kezet kapott a film elkészítéséhez, mivel mi a gyógyszer... ugye? Lehet is fogalmazni, igen. Mivel mi a gyógyszergyártáshoz értünk, nem pedig a filmkészítéshez, és ezt be is láttuk elég gyorsan.
és megpróbáltunk mindenben segíteni neki, hogy a richteri életművet minél inkább megértse. Dávid hónapokat töltött bent a Richterben, elolvasta az ő memoárjait, betekintést kapott a múzeumba, számos kollégámmal beszélgetett, akik segítettek megérteni neki a richteri életművet. Hát ez ami igazán nagy segítség volt, tényleg ugye egyrészt, hogy van egy saját múzeuma a gyárnak, de az ott dolgozóktól kaptam rengeteg sok segítséget ebben. Igaziból ami a legnehezebb feladat volt, ez a hatalmas mennyiségű információ, ami átjött, ennek a feldolgozása volt, és a szelektálás, hiszen sajnos mindent nem tettük bele ebbe a filmbe. De ha jól tudom, akkor ugye folytatást tervezel, hogy legalábbis magát, ezt a témát, azt, hogy a nem annyira ismert, nagymúltú és komoly múlttal rendelkező személyiségeket valamilyen formán megfilmesíteni, az életüket valamilyen formán bemutatni. Azt gondolom, hogy ez a formátum, ami létrejött, ez egy nagyon jó sorozat alapja lehet, mert pont az ilyen emberek, vagy pont az ilyen személyiségek, mint Richter Gedeon, tudnak nekünk példát mutatni egy csomó mindenben, nagyon egyszerű történeteken keresztül, és erről érdemes beszélni az ilyen témákról. És akkor nagyon fontos, június 27-én 21:40 perckor lesz látható a film itt a TV2-n. Köszönjük szépen, hogy eljöttek. Köszönjük.